Azt gondoljátok, hogy ti erősek vagytok, mert zászlótok van, nekünk pedig szívünk van. Mindenütt ott leszünk, ahol úgy érezzük, hogy a közösségünket veszélyeztetik, ahol a közösségünket fenyegetik. Parti Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Parti Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján. Budapest újra vörös rongyokba öltözött, és szivárvány színűbe is, de lesz kamionunk nekünk is, talán, egy magunk fajta persze. Horthy Miklós is a Gellért szállóból ment a parlamentbe. Követjük tehát útját, együtt, összefogva. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Szerintem történelmi küldetésünk, hogy itt legyünk, és igenis megmutassuk, hogy ez a nemzeti oldal él, és nem lehet eltaposni. Számomra Horthy Miklós mindig az otrantói csata hőse lesz, a kommunizmus elsöprője, a fehér nemzeti hadsereg parancsnoka. Egy erős férfi egy olyan időben, ahol a káosz uralkodott. Nagyon sok mindenkinek érdeke az, hogy befeketítse az ő nevét, és ezzel mondjuk politikai hatalomra tegyen szert. Szakmám szerint történész vagyok, a szakdolgozatomat is Trianonból írtam, így ez a korszak nagyon közel áll hozzám, bár ugye politikailag nem olyan helyzetben vagyunk, mint 1920-ban voltunk, de azért nemzetközileg ugyanúgy támadások hullámai közepette vagyunk. Fidesz-KDNP, a jelenlegi kormánypárt jó vezetője az országnak, nagyon jól párhuzamokat lehet állítani Horthy Miklós és a mai kormányzat között. Szerintem ők tudnák azt továbbvinni koherensen, amit Horthy Miklós vitt. Farizeus politikát csinál a mostani kormány, tehát szavakban lehet, hogy tesz bizonyos gesztusokat Horthy Miklós és az őt tisztelők számára, na de hát a jelenlegi kormány az nem most alakult ki, egy évtizede van ez a jelenlegi kormány, és egyetlen egy falu van most Magyarországon, ahol köztéren Horthy Miklós szobrot állítottak fel. Én akkor is ott voltam, amikor a Szabadság téren a templom előtt szobrot avattunk 2013-ban, és a jelenlegi kormány akkor is az volt a kormány, mint ami most van, és nem védte meg a Horthy szobrot, a mellszobrot a rongálók elől. Talán a jelenlegi kormány ebből a szempontból még veszélyesebb, mint a liberális oldal, mert képesek azt a látszatot kelteni, hogy igenis ők ezek mellett az értékek mellett állnak, és de mindig, amikor tenni kéne valamit, akkor pont elfogy a tudomány, úgyhogy ezért fontos, hogy legalább mi megmutassuk, hogy nekünk ez igenis számít. Hajnalodik közelleg a reggel, indul Horthy a magyar sereggel, a zászlója piros-fehér zöld, a hazája, drága magyar föld, ezt védi a Horthy katonája. Ugye már lassan 12 éve vagyunk ugye nyíltan teren a politika világába. A jelentkezés az folyamatos hozzánk, egyre több fiatallal tudunk kapcsolatba kerülni, népszerűek nekik az edzéseink, népszerűek nekik a megmozdulásaink, látnak jövőképet a közösségünkbe, úgyhogy szép lassan épülget ez. Ugye a fő irányelveink azok ugye nem a politikára épülnek, de értelemszerűen azért van egy olyan arculatunk is, ahol egy jobboldali értékrend mentén való gondolkodást mutatunk be. Én azt mondom, hogy egy sikerprojektről beszélgetünk, ami 12 éve szervezi a magyar önvédelmet. Ha szeretnénk egy olyan vezetőséget, mint az a rendszer volt. Tehát igazából itt ilyen romantikus emberek összegyűlnek, megemlékeznek arra a korból, amiben szívesen éltek volna. A másik oldal meg szívesen nem élt volna, mert ez a... Azt mondjátok, hogy cigánymercisek vagyunk! Hát higgyétek el nekünk, hogy azok a cigánymercik! Cigány BMW-k, igenis, minden vidéki kis faluban ott lesznek! Demokrácia arról szól, hogy az egyik oldal kijön megemlékezni, a másik oldal meg lefütyögi, a másiknak a rendezvényen ugyanez van, de általában mindig az óvodások azok, akik tisztában vannak a dolgokkal, meg a nyugdíjasok. A kettő között ez iszonyat van, iszonyat. Hösszös náci! Hösszös náci! Hösszös náci!
Magyarország!